ország várva vár. Nézz körül és társd a szád, jöjj és lásd csodát. Mintha álmodnál, ott ül ágyodnál, mesekönyvek népe, torka társaság. Fönt, hol minden kék, s a földdel összeír az ég, a titkok kapuját, gyere lépd most bátran át. Mintha álmodnál, ott ül ágyodnál, mesekönyvek népe, torka társaság. Mintha álmodnál, Grimm legszebb meséi, mesekönyvek népe, torka társaság. Vas János. Ott van! Mindjárt előbukkan! Fogjuk el! Abból nem esztek. Aj, a szolgáló, hozzáértél az aranylabdámhoz. Az én gyönyörű labdám piszkos lett. Na hát, te dobtad felém a labdádat. Mit beszélsz? Feleselni merészelsz? Tisztítsd meg a labdát azonnal! Igenis. Azzal a rongyal kívánod megtisztogatni? Igen. Attól csak piszkosabb lesz. Azonnal hozz ide egy tiszta zsebkendőt, és azzal törölgesd meg! Fiam, mit jelentsen ez az egész? Te elmehetsz. Igenis. Tessék, herceg, itt a tiszta labda. Ide vele, és tűnj el! Jó van, megyek. Ne is lássalak! Jó van. Hogy tehettél ilyet, fiam? Ha apád, a király élne, most nagyon szomorú volna. Hamarosan átveszed az ország irányítását. Nem viselkedhetsz így. Nem lehetsz olyan, mint Vas János. Megértetted? Igen, anyám. Vigyázz magadra. Hát megint ez a Vas János. Ott van a tornyban. Vagy talán nem is igaz az egész? Hé, Vas János! Tényleg ott vagy? Ki kered? Jaj! Oda labdám! Hé, Vas János! Mit akarsz tőlem? Te is itt laksz a kastélyban? Hé, add vissza a labdámat! Nem hallod? Ez parancs! Én a legifjabb herceg vagyok! Te ejtetted be, neked kell kivenned. Mi? Ellenszegülsz a parancsnak? Mit nevetsz ezen? Én igazi herceg vagyok! Miért teljesíteném a parancsodat? Nekem a világon senki nem parancsol. Eredj vissza a kastélyba! A labdámat akarom, nem hallod? Gyere be ide és vedd el! De hogyan? Látom, nincs elég bátorságot, hogy bebújj.
Bátorságom? Én a herceg vagyok, nekem bátornak kell lennem. Akkor gyere be és megkapod a labdádat. Van itt egy oldalajtó, semmi az egész, ha szorult beléd, Kurázsi. Az ajtó kulcsra van zárva. A kulcs az édesanyád párnája alatt rejlik. Az anyám párnája alatt? Hogy tehettél ilyet? Hogy viselkedhetsz így? Sose légy olyan, mint Vas János. Miért nem vallod be, hogy nincs bátorságod bejönni hozzám? Tessék, mit mondtál? Ezt még megbánod, tudd meg! Gyere csak be szépen! Ide süss, Vas János, itt vagyok! Nem félek tőled! Mi bajod, hercegem? Tudom, hogy kicsi vagy, de azért nem ártott volna kinyitnod az ajtót. Tényleg elég bátor vagy, hogy ide gyere hozzám és visszaszerezd a labdát? Én igazi herceg vagyok, nem jársz túl az eszemen! Itt vagyok! Add vissza a labdámat! Tényleg annyira akarod? Akkor vedd el a tenyeremből. Engedj el! Tegyél le azonnal! De mit akarsz tőlem? Tegyél le, te hazudós! Az akarok menni a palotába! Nem a bátorságot hozott téged a börtönbe, nem ám, hanem az ostobaság. Eredj! Játssz egy kicsit a labdáddal. Várjál, Vas János! Ne hagyj itt! Ha megszöksz, az anyám szörnyű méregbe gurul, és az egész udvar rajtam fog nevetni! Jól van, akkor magammal viszlek. Tegyél le, én igazi herceg vagyok, nem bánhat velem így! Megérkeztünk, kölyök. Ne hív kölyöknek, én herceg vagyok. Ebben az erdőben nincsenek hercegek és királyok, megértetted? Most pedig menj, ahova akarsz. De velem is maradhatsz, ha úgy gondolod. Én vérbeli herceg vagyok, miért maradnék veled? Vigyázz magadra, ebben az erdőben rettenetes farkasok élnek. Én herceg vagyok. Nem félek valami farkasok. A farkasokat nem érdekli, hogy valaki hercege vagy tán király. Eredj! Most már csak magadra számíthatsz. Hát tudod... Segítség! Vas János! Vas János, kérlek segíts! Vas János, kérlek! Rendben, de akkor itt kell maradnod szolgálóként. Figyelj jól ide! Rád bízom ennek a forrásnak az őrzését. Ez csak közönséges víz, amit azonban nem szennyezhet még egy apró falevél sem. Hamarosan visszajövök. Miért kell nekem vigyáznom erre a vízre, hisz ez csak közönséges víz. Álmos lettem. Ostoba! Nem véletlenül bíztam rád a forrást. Nézd meg, milyen lett a vize. Csak egy falevél esett bele, az nem nagy baj. Igazán semmiség. Megmondtam, hogy egy levél is bepiszkíthatja a vizét. Na, legy már ilyen mérges egy ostoba levél miatt. Semmi se történt. Halász ki a levelet a vízből és kész. Ilyen nagy feneket keríteni a dolognak. Nézd csak meg a vizet. Megyek már, megyek.
Most pontosan így nézel ki. Nincs is rád többé szükségem. Most eredj vissza a palotába, és gondolkodj el a történteken. Mi lett belőlem? Ez nem lehet. Ha valóban vissza akarsz változni, felejtsd el, hogy herceg vagy, és próbálj közönséges ember módjára élni. Képes vagy erre? Felejtsem el, hogy herceg vagyok. Éljek úgy, mint a többi ember? Igen! Megteszem! Ennek örülök. Ha ne talán bajba keverednél, gyere vissza ide és kiásd a nevemet. Én pedig kihúzlak a pácból. Majd pont téged hívlak segítségül. Ezt nevezem. Addig vagy ilyen bátor, amíg nem bukkannak elő a farkasok. Isten veled! Fütyülök a segítséget. Olyan éhes vagyok. Nagyon-nagyon éhes vagyok, azt hiszem. Nyissák ki az ajtót, mielőtt! Ki az ördög vagy te? Még sohasem láttalak errefelé. Éhes vagyok. Adj valami harapni. Mi? Még hogy enni akarsz? Ezt meg hogy képzeled? Ha enni akarsz, dolgozz! Igen, hogy van! Igen! Dolgozok? De miért? Meg hogy miért? Ugye most viccelsz? Az embereknek meg kell dolgozniuk az ennivalójukért, kivéve persze a királyt meg pár olyan szemét, mint te! De hát én... Felejtsd el, hogy herceg vagy, és élj úgy, mint a közönséges halandó. Adj munkát nekem. Szóval te munkát keresel, de annak nem ez a bevett módja. Igen, munkát keresek. És csináltál már ilyesmit korábban? Nem, de majd összeszedem magam. Gyere be! Addig üsd, amíg meleg! Próbáld meg inkább a fújtatót! Elég ebből, ehhez sem értesz. Próbálkozz a kalapáccsal! Erősebben üsd, hé! Egyenesen azt a kalapácsot, te gyere! Adjatok munkát, mert nagyon éhes vagyok. Valóban munkát akarsz? Úgy van, nagyon éhes vagyok. Mindenki éhezik. Álló nap dolgozunk, de a király elviteti szinte az egész termést, és mégsem marad egy betevő falatunk sem. Azért tesz, hogy biztonságban legyen az ország. Szerintem inkább állokat rendez belőle. Szép mondhatom. Hallja, mit akarsz? Komoly a szándékod, vagy nem? Nem akarok dolgozni. Akkor tűnj el innen, amíg szépen mondom, mert minket vár a munka. Hallottad? Ne adjatok ennem, mert addig egy lépést sem teszek! Esély? Enni akarsz? Én vérbeli herceg vagyok. Nem hallottátok, mit parancsoltam? Milyen fura kiskölyök. Azt állítja magáról, hogy herceg. Ki látott még igazi herceget a mezőn ételért könyörögni? Sokáig kell még várnunk erre a csodára. Felejtsd el, hogy herceg vagy, és élj úgy, ahogy a többi ember. Tekints csak a vízbe. Mi bajod van? Csak nem vagy beteg. Most van a munka dandárja, hát nem érted? Tessék, egyél. Éhes vagy, ugye? Köszönöm szépen. Hey, azt feligyekez nekem, megromlik a hal, ha nem kerül időben a piacra. Nem tudok úszni! Egészségügyre. Gyere, nesze, idd meg, ettől majd fölmelegedsz. Igenis. Na, gyere így áll, nem sajnálom. Éhes vagyok. Muszáj munkát találnom. Jaj,
Semmihez nem értesz. Na nem bánom, eredj a kertbe és ott dolgozgass, ott legalább semmit nem teszel tönkre. Igen. Bocsánatot kérek. Milyen udvarias ez a kölyök. Hogyan felejtsem el, hogy herceg vagyok? Semmihez sem értesz, tűnj a házamból! Mi az ördögöt csinálsz, te kölyök? Nem tudok úszni! Hogy éljek úgy, mint a többi közönséges ember? Szépséges leányzó. Fiatal úr, te volnál az új kertész? Igen, azt hiszem. Megjelentek már az első virágok? Igen, gyere le és nézd meg őket. Hó, milyen szép csokor. Nem tudtam, hogy még ebben a hidegben is ilyen szép virágok nőnek. Pedig igen, tudod, a vadvirágok sokkal erősebbek, mint a nemesített növények, és sokkal szebbek is. Hisz magad is látod. Valóban? Hova valósi vagy? Nagyon messzire. Nagyon messzire? Igen. Igen. Hé, kölyök, merre bujkálsz? Jaj, azt hiszem, most mennem kell. Isten veled. Köszönöm a virágokat. Nincs mit. Gyere már, te világustály! Egy, kettő! Gyújtsátok fel a házakat! Jaj, mama! Fegyverbe! Fegyverbe! Fegyverbe, emberek! Fegyverbe! Kölyök, mit nézel így? Menekülj innen! Fuss, amerre látsz! Nem vetted észre, hogy betört a várba az ellenség? Menekülj! Tehát miért nem veszitek fel a harcot? Végem van! Jaj, Istenem! Ha ez így megy tovább, soha nem leszel olyan bátor, mint Vas János. Hé, kölyök! Mit csinálsz még itt? Felejtsd el, hogy herceg vagy, és élj úgy, mint a többiek. Szembeszállok velük. Jaj, nem, minden felfalt a rozsda. Megvan, beszélek Vas Jánossal, ő majd segít! Vas János, segíts rajtam! Mi szél hozott erre? Az ellenség megtámadta a várkastélyt, mindenki veszélyben van. Kérlek, add kölcsön a kardodat szóval és a lovadat. Szóval háború van. De te mit keresel ott? Te nem ennek az országnak a hercege vagy. Minek erőlködsz ennyire? Meg akarom menteni ezt az országot. Akár az életem árán is. Fontos nekem, hogy mi lesz a hely sorsa. Meg akarod menteni az országot, akár az életed árán is? Így van. Nos, ha igen, vess egy pillantást a forrásra. Az arcom! Nem nyerheted meg a csatát egyetlen karddal és paripával. Legyen a tiéd mindenem! Köszönöm! Jól van, felveszük a harcot. Segítség! Nem, mégsem. Kár lenne a várkastélyért. Szörnyűség! Megmentem a kastélyt. Megjött a felmentősereg! Előre! Bravoda! Ez maga a pokolból lett mennyország. Győztünk, és a várkastély is áll. Vigyázz! Ki ez, aki
király, aki a sereget irányítja. Köszönettel tartozom neki. Hívjuk meg a kastélyunkba. De hol van? Királyom, szólítottál? Köszönettel tartozom neked. Megmentetted az országomat. De hát ki vagy te? Kérlek, emeld fel a rostélyt. Megtennéd? Igen. Milyen fes fiatalember, te bizonyára hercegi származású vagy. Áruld el nekem, honnan jöttél? Én csak egy közönséges kertész vagyok. Kertész? Pontosan, uram. Te vagy az. Komolyan? Nem számít. Nem az a lényeg, hogy kertész vagy-e vagy herceg, hanem az, hogy bátor férfi, aki megmentette az országomat. Készüljetek az esküvőre! Igenis? Köszönöm, Vas János. Szép munkát végeztél, kölyök. Most már vérbeli herceg vagy. Induljunk hamar, Vese ország várva vár. Nézz körül és társd a szád, jöjj és lásd csodát. Mintha álmodnál, ott ül ágyadnál, Vese könyvek népe. Magyar hangok. Balázsi Gyula, Besenyei Emma, Dudás Eszter, Kökényesi Gábor, Bodor Falkó Pál, Gyevát Ottó, Kovács Zoltán, Kozári Zita, Seffer Ági, Simon Eszter, Paolovics János, Zsombó Krisztina. A magyar változat munkatársai. Magyar szöveg Kálmán Judit. Hangmérnök Traub Gyula. Szinkronrendező Vácz Zsuzsanna. A szinkront a Tauber Video megbízásából a Demjén Stúdió közreműködésével az Optima GMK készítette. Ott van! Mindjárt előbukkan! Fogjuk el! Abból nem esztek. Aj, a szolgáló, hozzáértél az aranylabdámhoz. Az én gyönyörű labdám piszkos lett. Na hát, te dobtad felém a labdádat. Mit beszélsz? Feleselni merészelsz? Tisztítsd meg a labdát azonnal. Igenis. Azzal a rongyal kívánod megtisztogatni? Igen. Attól csak piszkosabb lesz. Azonnal hozz ide egy tiszta zsebkendőt, és azzal törölgesd meg! Fiam, mit jelentsen ez az egész? Te elmehetsz. Igenis. Tessék, herceg, itt a tiszta labda. Ide vele, és tűnj el! Jó van, megyek. Ne is lássalak! Jó van. Hogy tehettél ilyet, fiam? Ha apád, a király élne, most nagyon szomorú volna.
Hamarosan átveszed az ország irányítását. Nem viselkedhetsz így. Nem lehetsz olyan, mint Vas János. Megértetted? Igen, anyám. Vigyázz magadra. Hát megint ez a Vas János. Ott van a tornyban. Vagy talán nem is igaz az egész? Hé, Vas János, tényleg ott vagy? Ki keres? Jaj! Jaj, oda a labdám! Hé, Vas János! Csak a vízbe. Mi bajod van? Csak nem vagy beteg. Most van a munka dandárja, hát nem érted? Tessék, egyél. Éhes vagy, ugye? Aha, köszönöm szépen. Hey, azt feligyekez nekem, megromlik a hal, ha nem kerül időben a piacra. Nem tudok úszni! Egészség, gyere, nesze, idd meg, ettől majd fölmelegedsz. Igenis. Na, gyere, így áll, nem sajnálom. Éhes vagyok. Muszáj munkát találnom. Ha? Jaj. Semmihez nem értesz. Na nem bánom, eredj a kertbe és ott dolgozgass. Ott legalább semmit nem teszel tönkre. Igen. Bocsánatot kérek. Milyen udvarias ez a kölyök. Hogyan felejtsem el, hogy herceg vagyok? Semmihez sem értesz, tűnj a házamból! Hé, mi az ördögöt csinálsz, te kölyök? Nem tudok úszni! Hogy éljek úgy, mint a többi közönséges ember? Szépséges leányzó. Fiatal úr, te volnál az új kertész? Igen, azt hiszem. Megjelentek már az első virágok? Igen, gyere le és nézd meg őket. Hó, milyen szép csokor. Nem tudtam, hogy még ebben a hidegben is ilyen szép virágok nőnek. Pedig igen, tudod, a vadvirágok sokkal erősebbek, mint a nemesített növények, és sokkal szebbek is. Hisz magad is látod. Valóban? Hova valósi vagy? Nagyon messzire. Nagyon messzire? Igen, igen. Hé, kölyök, merre bujkálsz? Jaj, azt hiszem, most mennem kell. Isten veled. Köszönöm a virágokat. Nincs mit. Gyere már, te világustály! Egy, kettő! Azt kérek. Milyen udvarias ez a kölyök. Hogyan felejtsem el, hogy herceg vagyok? Semmihez sem értesz, tűnj a házamból! Hé, mi az ördögöt csinálsz, te kölyök? Nem tudok úszni! Hogy éljek úgy, mint a többi közönséges ember? Szépséges leányzó. Fiatal úr, te volnál az új kertész? Igen, azt hiszem. Megjelentek már az első virágok? Igen, gyere le és nézd meg őket. Hó, milyen szép csokor. Nem tudtam, hogy még ebben a hidegben is ilyen szép virágok nőnek.
Pedig igen, tudod, a vadvirágok sokkal erősebbek, mint a nemesített növények, és sokkal szebbek is. Hisz magad is látod. Valóban? Hova valósi vagy? Nagyon messzire. Nagyon messzire? Igen, igen. Hé, kölyök, merre bujkálsz? Jaj, azt hiszem, most mennem kell. Isten veled. Köszönöm a virágokat. Nincs mit. Gyere már, te világustály! Egy, kettő! Gyújtsátok fel a házakat! Jaj, mama! Fegyverbe! Fegyverbe! Fuss, amerre látsz! Nem vetted észre, hogy betört a várba az ellenség! Menekülj! De hát miért nem veszitek fel a harcot? Végem van! Ja, Istenem! Ha ez így megy tovább, soha nem leszel olyan bátor, mint Vas János. Hé, kölyök! Mit csinálsz még itt? Felejtsd el, hogy herceg vagy, és élj úgy, mint a többiek. Szembeszállok velük. Jaj, ne, minden felfalt a rozsda. Megvan! Beszélek Vas Jánossal, ő majd segít! Vas János! Milyen udvarias ez a kölyök. Hogyan felejtsem el, hogy herceg vagyok? Semmihez sem értesz, tűnj a házamba! Mi az ördögöt csinálsz, te kölyök? Nem tudok úszni! Hogy éljek úgy, mint a többi közönséges ember? Ha, milyen szépséges leányzó. Fiatal úr, te volnál az új kertész? Igen, azt hiszem. Megjelentek már az első virágok? Igen, gyere le és nézd meg őket. Hó, milyen szép csokor. Nem tudtam, hogy még ebben a hidegben is ilyen szép virágok nőnek. Pedig igen, tudod, a vadvirágok sokkal erősebbek, mint a nemesített növények, és sokkal szebbek is. Hisz magad is látod. Valóban? Hova valósi vagy? Nagyon messzire. Nagyon messzire? Igen, igen. Hé, kölyök, merre bujkálsz? Jaj, azt hiszem, most mennem kell. Isten veled. Köszönöm a virágokat. Nincs mit. Gyere már, te világustály! Egy, kettő! Gyújtsátok fel a házakat! Jaj, mama! Fegyverbe! Fegyverbe! Fuss, amerre látsz! Nem vetted észre, hogy betört a várba az ellenség! Menekülj! De hát miért nem veszitek fel a harcot? Végem van! Ja, Istenem! Ha ez így megy tovább, soha nem leszel olyan bátor, mint Vas János. Hé, kölyök! Mit csinálsz még itt? Felejtsd el, hogy herceg vagy, és élj úgy, mint a többiek. Szembeszállok velük. Jaj, ne, minden felfalt a rozsda. Megvan! Beszélek Vas Jánossal, ő majd segít! Vas János, segíts rajtam! Szépen!
Hey, azt feligyekezz nekem, megromlik a hal, ha nem kerül időben a piacra. Nem tudok úszni! Egészségügyre. Gyere, nesze, idd meg, ettől majd fölmelegedsz. Igenis. Na, gyere, így áll, nem sajnálom. Éhes vagyok. Muszáj munkát találnom. Ha? Áó! Jaj! Semmihez nem értesz. Na nem bánom, eredj a kertbe és ott dolgozgass. Ott legalább semmit nem teszel tönkre. Igen. Bocsánatot kérek. Milyen udvarias ez a kölyök. Hogyan felejtsem el, hogy herceg vagyok? Semmihez sem értesz, tűnj a házamból! Mi az ördögöt csinálsz, te kölyök? Nem tudok úszni! Hogy éljek úgy, mint a többi közönséges ember? Szépséges leányzó. Fiatal úr, te volnál az új kertész? Igen, azt hiszem. Megjelentek már az első virágok? Igen, gyere le és nézd meg őket. Hó, milyen szép csokor. Nem tudtam, hogy még ebben a hidegben is ilyen szép virágok nőnek. Pedig igen, tudod, a vadvirágok sokkal erősebbek, mint a nemesített növények, és sokkal szebbek is. Hisz magad is látod. Valóban? Hova valósi vagy? Nagyon messzire. Nagyon messzire? Igen. Igen. Hé, kölyök, merre bujkálsz? Jaj, azt hiszem, most mennem kell. Isten veled. Köszönöm a virágokat. Nincs mit. Gyere már, te világustály! Egy, kettő! Gyújtsátok fel a házakat!